Házkutatást tartottak Jászapátin annál a fiatalnál, aki 2021. december óta kábítószernek tűnő anyagot árult. A rendőrség kábítószer kereskedelem büntette miatt folytat ellene eljárást. A házkutatás alkalmával nem csak kábítószer gyanús anyagokat találtak, hanem 400 ezer forint készpénzt, karórákat és elektronikai eszközöket is. Ezeket le is foglalták a nyomozók, tette közi a Jász Nagykunszolnak megyei rendőrfőkapitányság hivatalos oldala. A fiatalt kihallgatták, követték és kezdeményezték a letartóztatását.